Rögtönzött ünnepséget rendeztek az Audi Hungária általános művelődési központban. Soltész Miklós győri ösztöndíjasokat köszöntött, akik nemzetiségi diákként kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el az elmúlt évben. A járványhelyzet miatt idén nem tartottak országos ünnepséget, az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár maga vitte házhoz a díjakat. Nagyon fontos az, hogy azok a diákok, akik ide járnak, ők az adott nemzetiség nyelvét is, egyébként az összes tantárgyat is jól elsajátítsák. Másik oldalról pedig az is nagyon fontos, hogy mindezek a gyermekek a közösségért is sokat tegyenek. És ezt célozza, illetve ezt támogatja ez az ösztöndíj. Immáron 9. éve eddig több mint 170 gyermek kaphatta meg, fiatal kaphatta meg 2 éven keresztül. Az országban 34 diák kapott idén ilyen ösztöndíjat, ebből pedig 2 Győrből, az Audi iskolából került ki. Simon Robert Balázs, aki maga is köszöntötte a diákokat híradónak, azt mondta, a győri diákok tanulmányi eredményeik alapján az ország legjobbjai között vannak. Győr egy iskolaváros, nem csak az általános iskolák, hanem a középiskolák és a Széchenyi István Egyetem is meghatározó oktatási intézménye, nem csak Győrnek, hanem a régiónak és Magyarországnak is. Hozzáteszem, hogyha megnézzük a tanulmányi eredményeket a továbbtanulás szempontjából, vagy éppen a kompetencia felméréseket, akkor a győri diákok országosan mindig a legjobbak között végeznek. Egyik fontos intézménye Győrnek az Audi iskola, és örülök annak, hogy Soltész Miklós államtitkár úr személyesen adta át ezt a 2 ösztöndíjat, a 2 itt tanuló diáknak, és a tanulmányaikhoz sok sikert kívánok, de természetesen nem csak nekik, hanem minden győri diáknak is. Nem csak a díjazott diákoknak jelent sokat ez az ösztöndíj, a többi itt tanulónak és a pedagógusoknak is pozitív visszajelzés, hogy remek munkát végeznek, mondta az intézmény főigazgatója. Az iskolánknak ez egy nagy megtiszteltetés és nagy öröm, hogy az ország 34 díjazottja közül 2 a mi intézményünkből kerülhettek ki. Ez egy pozitív visszajelzés számunkra is, hiszen azt mutatja, jó úton járunk. A diákjaink szépen teljesítenek, és a német nyelv iránti elkötelezettségük is megvan. Kovács Kitti és Léli Anna Virág számára 20 hónapon keresztül havi 30 000 forintot jelent az ösztöndíj. A fiatalok elsősorban további tanulmányaik segítésére fordítanák az összeget. Engem nagyon váratlanul ért, nagyon örülök neki, nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy ilyet megkaphattam. A nyáron felhívták anyut, hogy van ez az ösztöndíj, és hogy az a lényeg, hogy mennyire fontos a számunkra a nemzetiség, hogy más országban is ugyanúgy jelen legyen, és támogassák, és át tudjuk élni. És ez az iskola erre tökéletes. Mindent a tanórán, az iskola életben mindig nagyon-nagyon megkapjuk ezt, és nagyon érezzük. Engem nagyon meglepett, mivel az otthontanulás alatt egyre nehezebb volt tanulni, viszont úgy érzem, hogy maximálisan tudtam teljesíteni ezt az évet, és az előző évet, és ez most nagyon motivál engem, hogy így a 11. évet úgy kezdjem el, hogy ténylegesen a jövőmmel foglalkozzak. Magyarországi nemzetiségek számos iskolát vettek át az elmúlt 10 évben. Ezek a nemzetiségek erősítik az egész magyar nemzetet és az adott közösséget is. Így ennek megmaradásáért a magyar kormány mindent megtesz, hangsúlyozta Soltész Miklós.